estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, Esti Mérleg című műsorunkat látják. Október a márrák elleni küzdelem hónapja, október 1-én volt a márrák világnapja, illetve a márrák elleni küzdelem világnapja pontosabban. Ebben a hónapban nagyon-nagyon sok figyelmet fordítunk arra itt Székesfehérváron is, hogy felhívjuk a figyelmet a márrák elleni küzdelemre. Évente sajnos 2000-3000-re tehető azoknak a hölgyeknek a száma, akiket elveszítünk márrákban. A stúdióban köszöntöm Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnokot és Pásztor Lászlót, a Fejér megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának egészségfejlesztési koordinátorát. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Beszéljünk erről a témáról, hiszen nem lehet róla eleget beszélni. A városban van egy kidolgozott egészségfejlesztési terv, aminek most már része számos éve a márrák elleni küzdelem, és annak fontosságára figyelemfelhívás. A márrák elleni séta már akkor volt Székesfehérváron, amikor az egészségfejlesztési tervet még nem is fogadta el Székesfehérvár közgyűlése. Ez annak idején egy egészen civil kezdeményezésből, a Nosztalgia Klubbal együtt mentünk ki legelőször. Körülbelül 50-60-an voltunk egy házi készítésű táblával, és ami nekem akkor nagyon jól esett, hogy az ANTS szűrésekért felelős munkatársa volt az első, aki megkeresett minket, és azt mondta, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, folytassuk és csináljuk együtt. Úgyhogy azóta a legjobb együttműködésben készülünk erre minden évben, és azt hiszem, hogy ennek már látszanak a jelei, hiszen nagyon sokan vagyunk, nagyon jó híre ment, és már a megyében is több helyen rendeznek ilyen felvonulást. Természetesen országosan is. Hát ez csak egy ugye azok közül, a rendezvények közül, amik ugye évente felmerülnek, de hát ugye egész évben foglalkozni kell ezzel a témával. Ugye az, hogy meghívókat kapnak a hölgyek, az nagyon fontos, és ugye nagyon sajnálatos módon sokan nem mennek el a meghívás ellenére sem. Beszéljünk egy picit arról a rendszerről, ami a hölgyeket érinti. Kik mehetnek el ma mammográfiára? Vannak-e veszélyei? És ha nem mennek el, akkor miért nem? Ez nagyon nagy kérdéscsomag. Na, kezdjük akkor előről a szűrési rendszerről. Magyarországon 2002 óta működik egy népegészségügyi szűrési rendszer, aminek az a fontos feltétele, hogy mindenkit figyeljen, mindenkit kövessen. Ennek alapján két évente hívjuk be a 45 és 65 év közötti hölgyeket a mammográfiás vizsgálatra. Az, hogy miért éppen ez a korosztály, ez egy folyamatos döntés és kompromisszumkeresés és vita eredménye volt. A világban szerte 40-50 év között kezdik a szűrést, és 60-70 év között fejezik be. Tehát mi ebből egy középutat választottunk Magyarországon. A gyakoriság. Az emlőrák, hál' Istennek, egy lassú daganat. Ez azt jelenti, hogy 6-8 évig fejlődik, mielőtt észrevesszük egyáltalán. És ez lehetőséget ad nekünk, hogy a szűréssel elkapjuk. A világban 2 és 3 éves gyakorisággal szűrnek, mi Magyarországon a biztonságosabb 2 éves időtartamot választottuk, hogy nehogy elszalasszunk valakit. Kit hívunk? Ahogy említettem, a 45 és 65 év közötti hölgyeket hívjuk be az OEP listája alapján. Figyelembe veszi napra pontosan, hogy mikor volt utoljára szűrővizsgálaton, vagy egyéb diagnosztikai vizsgálaton, és onnan számítva 2 év után hívhatja be legközelebb. Székesfehérváron egy nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk, mert itt van nálunk a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, egy nagyon modern mammográf készülékkel, végtelen kapacitással, itt mindenki oda tud érni, még akkor is, ha pont az a nap, amikor a meghívót kiküldte, neki valamiért nem jó, nincs itthon, unokája, bármi. Elmehet másik nap is. És ez egy nagyon fontos tétel, hogy aki meghívót kapott, az másfél évig bármikor elmehet ezzel a meghívóval. Másfél évig? Igen, igen. Utána azért nem, mert már közeledik a 2 éves behívási időtartam, és ott már összekeverednek a dolgok, de másfél évig bármikor. Ez azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy felhívás a halogatásra, hanem ez azt jelenti, hogy ha valamiért aznap reggel 8-ra, amikor a szóra meg jó, nem tud elmenni, menjen el máskor. A Hunyadi úti szakrendelőben majdnem minden nap 4:30-ig van rendelés, el lehet menni. Tehát nem lehet kifogás az, hogy én nem érek rá, mert igenis el lehet menni.
Kérdezted még, hogy kik azok, akik nem kapnak, és miért nem kapnak? Még nem kérdeztem, de pont ez lett volna egyébként a következő, hogy amellett, hogy ugye nem mennek el sokan, mert vannak félelmek ugye az emberekben, a hölgyekben, több dolog miatt is, ami miatt félnek, viszont vannak olyanok, akik arra panaszkodnak, hogy nem kapnak meghívót. Igen. Akkor kezdjük az utóbbival, mert ez egyszerűbb, utána térjünk vissza a félelmekre. Tehát nem kapnak meghívót, ennek több oka is lehet. Az első és leggyakoribb oka a tapasztalatunk szerint az, hogy a meghívót az állandó lakhelyre küldjük. Székesfehérvárra nagyon sokan költöztek ide máshonnan, nem mindenki jelentkezett át, és aki nem jelentkezett át, az bizony az eredeti lakhelyre kapja a meghívót. A másik lehetőség, hogy a rendszerben van valami hiba, sajnos ez is előfordul. Az a kérésem, hogy aki ilyet tapasztal, hogy ő úgy érzi, hogy neki kellene, hogy kapjon, ide van bejelentkezve, minden feltételnek megfelel, és nem kap meghívót, hívjon fel minket a népegészségügyi főosztályt. Ennek a telefonszáma, hadd puskázzak. Ezt én fölírtam, 511-720-as. Igen, tehát Székesfehérvári közösszám, 511-720. Ott keresse, vagy a Csapóévó szűrési koordinátort, vagy engem, és megnézzük, utána nézünk. Aki szerepel az OEP listájában, azt behívjuk szűrésre. Vannak egyébként adatok azt nézve, hogy Fehérváron mennyien mennek el egy évben? Természetesen. Egy szóval kevesen. Igen, az biztos. A 100%-ra törekszünk. Volt egy idő, amikor Székesfehérvár kiemelkedett a megjelenési statisztikában. Ez biztos, hogy akkor volt, amikor elkezdtük ennek a kampányát, amikor szerveztük ezeket a megmozdulásokat, azonban most sajnos egy kicsit megint visszaesett. Lehet, hogy egy kicsit megszokottá vált. Valami oka kell, hogy legyen annak, de országosan egyébként még mindig azért nagyon jól teljesítünk, de mi szeretnénk, hogyha visszatérnénk egy magasabb számhoz. Ez nem olyan egyszerű a válasz. Ez a rövid válasz, amit most Anna Mária előadott. A hosszabb válasz az, hogy a lakosságnak egy jelentős része magától is jár a vizsgálatokra. És éppen most augusztusban végeztünk egy ilyen összesítést, erről még nem biztos, hogy beszéltünk veled, és most úgy néz ki, hogy az érintett korosztálynak körülbelül a kétharmada, a 60%-a körülbelül átszűrt, vagy átvizsgált. Ami nem azt jelenti, hogy feltétlenül, hogy a mi meghívónkra mentek el, hanem maguktól elmentek, plusz a mi meghívónkra. Ez azért sokkal jobb, mert maga a szűrési megjelenésnek 40-50%-a, kiemelkedő évben voltunk 58%, amikor ezt elértük, de a valóság ennél azért jobb. Ennek ellenére az a 30% nagyon sok. És ez Fehérváron jelent évente olyan 50-60 beteget, akit már nem tudunk megmenteni, nem tudunk meggyógyítani, és ez sok. Ennyit nem kellene. Egy-egy ilyen szűrővizsgálat alkalmával azt tudjuk, hogy mennyire, milyen számban derül fény egy-egy betegségre? Igen, a Fehér megyei statisztikák, most pont a Fehérvárt nem tudom, de a Fehér megyei statisztikák azt mutatják, 250-300 megnézett hölgy közül egynél van. Uh-huh. Azért az sok. Ez nagyon sok. Nagyon sok. Ez nagyon sok, mert tudnunk kell azt, hogy az emlőrák a leggyakoribb daganatos megbetegedések egyik a nők esetében. Élete folyamán minden 8.-10. nő találkozik vele. Ez azt jelenti, hogy 10%, gondoljunk bele. Csak van, akit ez 38 éves korában ér el, meg van, akit 75 éves korában. Nem mindegy. Na pont ezzel szerettem volna folytatni, mert ugye azt mondtuk a műsor elején, hogy a 45 fölöttieket és 2 évente. Nekem ezzel 2 problémám van. Az egyik ugye, hogy a 45 év alattiakkal mi van, hiszen a mai napjainkban azért nagyon-nagyon sokan vannak 40 év alattiak is, akiket érint. Másrészt meg ez a 2 év. Mert ugye elmondta doktor úr, hogy lassan fejlődik ki, szerintem abban az esetben, hogyha nem egy agresszív daganatról van szó, de hogyha egy agresszívabb fajtáról van szó, akkor az hamarabb is okozhat problémát. Tehát mondjuk mi van akkor, ha 2 év nem elég, hanem mondjuk egy éven belül is akár történik. Igen. Ilyen. Azt kell tudni, hogy a szűrési rendszer az úgynevezett átlagos rizikójú lakosságra van tervezve. Akinek az átlagos rizikó az, akinek a családjában nem fordult elő, akinek nincs olyan kockázati tényezője, ami elősegíteni a daganat kialakulását. A merrák esetében nagyon kevés kockázati tényezőt tudunk, és viszonylag alacsony
hatásúak. Az egyik az elhízás, a másik az alkoholfogyasztás. A kettő együttön 5-10%-ot tesz hozzá a kockázathoz. Ez azt jelenti, hogy ugye az előbb azt mondtuk, hogy illetesen minden 8.-10. nő találkozik a daganattal, ha elhízott és alkoholista, akkor minden 6.-8. nő találkozik a daganattal. Tehát ott, bocsánat a kifejezés, nem alkoholista, hanem több alkoholt fogyaszt a kelleténél. Tehát ezek ilyen kockázati tényezők. Én még a dohányzást is hallottam. A dohányzás a mellrák vonatkozásában még nem egészen egyértelműen bebizonyított, de azon kívül a rossz indulatú daganatok 30%-át a dohányzás okozza. Tehát ezen is mit lesz magyarázni, ez egy olyan gyilkos eszköz és anyag, amit régen be kellett volna tiltani, azért nem lehet, mert túl sok a függő, és hát nyilván nem akarunk egy újabb gangstervilágot kialakítani, csempészvilágot. Ha most fedeznék fel, akkor pillanatok alatt olyan szigorú tiltólistán lenne, mint annak a rendje. Persze. Tehát visszatérve, hogy a fiatalabbaknak mi a dolga. A fiatalabbak körében, hála Istennek, bár ahogy említetted, hogy növekvő tendenciával, de azért még mindig nagyon-nagyon ritka. Meg kellene néznünk ugye 2 éves szőrési gyakoriságot, bár a fiataloknál agresszívabbat akár éves is kellene, meg kellene néznünk akár 10-15 ezer hölgyet ahhoz, hogy találjunk egy beteget. Most ezek két probléma. Az egyik az, hogy nem bírja az egészségügy. Nincs egy mammográf, ember, orvos, stb. A másik az, hogy ebből a 10-15 ezer nőből egy kivételével mindenki feleslegesen kapna egy olyan sugárdózist, amire nincsen szüksége. Ugyanis az egyik félelem, és itt jön a másik oldal, hogy az egyik félelem, ami miatt nem mennek a hölgyek, ez a besugárzás, hogy ott röntgensugárzás zajlik. A mammográfia során valóban van egy alacsony dózisú sugárzás, ez kisebb, mint ami annak idején volt a tüdőszűrés idején. Különösen ez az új készülékek ilyen szempontból nagyon jók. De a paradoxon az, hogy a kicsi is összeadódik, és sok kicsi sokra megy. Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol a rizikónak kitett, tehát akinek a családjában előfordult fiatalkori emlőre, a rizikónak kitett hölgyek követésére, gondozására az a protokoll, hogy évente mammográfia. És most gondolkoznak azon, hogy ezt megszüntetik, mert akit a 20-as éveitől kezdve az 50-es éveikig évente egyszer megnézik az átvilágítást, azok esetében az ő körükben több lett az emlőrák, nem csak a rizikó, tehát attól függetlenül is több lett az emlőrák, mint hogyha nem nézték volna. Tehát egyszerűen a 40-45 éves kor alatti és gyakori besugárzást az nem jó. Az nem jó. Viszont erre van az önvizsgálat, amit viszont így van. Nem baj, ha megtanulnak a hölgyek, és akkor egy szűrésen már átesnek. Szeretett volna valamit mondani az előbb. Az önvizsgálatot szerettem volna mondani, hogy a hölgyeknek ez a lehetőség viszont adott. Ezt minden hónapban, ha tud róla, fiatal kortól elkezdve, mi már ezt próbáljuk a védőnői rendszeren keresztül az iskolában is oktatni, vásároltunk ki olyan implantátumokat, amin ezt meg lehet mutatni, amin ezt meg lehet tanulni, és amikor elmennek a nemi élet elkezdése után mindenképpen évente, 2 évente nőgyógyászati kontrollra, akkor ott is egy alapos átvizsgálásban van részük. Úgyhogy ez semmiképpen nem kihagyható. Szabad ezt hozzátenni? Nagyon fontos, hogy mit nézzenek a hölgyek az önvizsgálat során. Az első az, hogy van-e változás, és ez a legfontosabb, hogy az előzőhöz képest minden ugyanolyan, mint volt. A második az, hogy ha van változás, akkor soványmalac vágta, de nem mindegy, hogy milyen jellegű. A kidudorodás, a bőrbehúzódása, váladékozás az emlőbimbóból, piros gyulladt terület, narancsbőr és tapintható csomó természetesen, akár ott mellben, akár a hónajban. Ezek mindegyik olyan tünet, ami gyanúra ad okot, ami után azonnal házi orvos, beutaló. És itt nagyon fontos tudni azt, hogy itt nincsenek sorban állások. Ilyenkor az onkológiai folyamatban ez egy nagyon gyors sín, itt 1-2 hét alatt megvan minden. Most még ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy olyan kérdés, hogy ha véletlenül valaki mondjuk 40 alatti, és azt mondja, hogy én pedig szeretnék elmenni megvizsgáltatni magamat, akkor meg tudja ezt tenni? Van rá lehetőség? Ez
ha nem is mondjuk mammográfiára. A háziorvos ad beutalót, tehát a mammográfiára ad beutalót. Amire az előbb nem beszéltem a mammográfián, hogy az egyik az, hogy ha túl sűrűn csinálják, akkor ez ugyanúgy káros lehet. A másik baj az, hogy mint módszernek is vannak határai. A női emlő fiziológiája olyan, hogy körülbelül 40-50 éves kor alatt alakul át olyanná, amit jól lehet látni, amire jó felvételt lehet csinálni a mammográfiás készülékkel, és korábban nem. Tehát a fiataloknak nem olyan a szerkezete. Fájdalmasabb lesz az összeszorítás is. Tehát ott nem ajánlott. Ha nincsen, erre azt tudom mondani, nem kell félni, ha nincsen valamilyen emelkedett rizikó oka, tehát az édesanyja, a nagymamája, tehát valahogy a nőágon nem volt korai, és itt nagyon fontos, hogy korai 60 éven aluli emlőrák, vagy 50 éven, valahogy így, akkor nem kell félni tőle. Akkor ez nagyon-nagyon ritkaság, akkor csinálja az önvizsgálatot, nézze meg, és megvárja, szépen eljön az idej 45 éves korban, és akkor megkapja a meghívót. Beszélünk egy. Ja. Arra akarok kiukadni, hogy a rák ez egy szörnyű betegség. De indokoltnál jobban nem kell tőle félni. Meg kell tenni azt, amit lehet, hogy elkerüljük, ahogy említettem, nincs dohányzás, normális testalkat, nincs alkohol, vagy csak nagyon mérsékelt, mozgás, testmozgás, és akkor ezzel megtettünk mindent. Akkor egy kicsit beszéljünk arról, ami most szombaton következik, hiszen a szokásos mellrák elleni sétára kerül sor 11 órakor az Országalmától. Igen, hagyományosan ott várunk mindenkit, aki szeretne csatlakozni. Évről évre többen vagyunk, egy nagyon széles körű társadalmi összefogás mutatkozik most már a séta iránt. Jönnek a nyugdíjas klubok, a hagyományos az első nosztalgia, de több nyugdíjas klub, jönnek a kórház dolgozói, jönnek a sportolók, már megszokottak, és mindig nagyon örülünk annak, amikor az amerikai focista fiúk megjelennek, de jönnek a kosárlabdázók, férfiak, nők, a női kézilabdások. Tehát valóban olyan emberek, akiket gondoljuk, hogy talán ha ők is azt mondják, hogy érdemes, akkor jobban megérinti mindenkinek a szívét, lelkét. Ott lesz egyébként Fehérvár hangja, Fehérvár szépei, hogyha esztétikai élményre vágynak, akkor ők is kint lesznek. Ezt azért érzem nagyon fontosnak, mert ez egy alkalom arra, hogy erről beszéljünk. Én nagyon köszönöm annak, hogy a média is mindig segít, és Pásztor Főorvos úr el tudta mondani, hogy mi az, amikre figyeljünk, mi az, amiket tévhiteket hallunk, hogy valahogy rendet tegyünk a fejükben, hogy mi is ezzel az igazság, mitől féljünk és mitől ne féljünk. Egyébként egy-egy ilyen séta után azért van ennek látszatja? Tehát van, akkor megindul van, azért igen, a vizsgálatokra igen. Bejelentkezés? Igen, az különösen nagyon jó, hogy a sétára a kórházból a kollégák hozzák az előjegyzési naptárukat. És akinek van meghívója, de nem volt jó az időpont, abban a pillanatban megbeszélt, hogy mikor akar menni, és akkor... És arra van mód és lehetőség esetleg, hogyha valakinek nincs meghívója, de itt mondjuk be tudjon jelentkezni? Persze, bejelentkezik, megbeszéli a kollégákkal, mit kell ehhez hozni, és akkor igen, az is lehetséges. És ha jól tudom, akkor az önvizsgálatot is lehetőség van itt most szombaton elsajátítani. Igen, ezt is minden évben kijönnek. Egyébként azt, hogy előjegyzést lehet kérni, az most első alkalommal van így. Tehát mi is mindig egy kicsit fejlődünk, és mindig próbáljuk kitalálni, hogy mi az a módszer, amivel még hatékonyabbak lehetünk. Ugye többször beszéltük már azt a mondatot így egymás között is, hogy a kis daganat ugye elcsíphető és könnyen gyógyítható, a nagyobbat nehezebb, illetve hát könnyebb kiszűrni, de nehezebb gyógyítani. Most ebben a pillanatban mondjuk, hogyha kiszűrnek egy korai stádiumú beteget, akkor milyen esélyekkel gyógyítható, azt tudjuk. Az egyes stádium az 98%-kal megéli az 5 évet, és 95%-kal a 10-et. Azt kell mondom, hogy ez az élet. Tehát ha bárkire rámutatunk innen random lakosságra ebben a korban, ugyanezek az életesélyek. Hát úgy szoktuk egyszerűen összefoglalni, hogy az időben felfedezett emlőrák gyógyítható. És ma már nem kell tőle annyira félni akkor? Borzasztó, hát ezt senki nem tudja jobban megmondani, tehát a gyógyítás folyamata nem egyszerű, azt túl kell élni. De van utána élet, és ez a lényeg.
Azt szerettem volna még elmondani, akikről még nem ejtettünk szót. A kézenfúgva onkológiai klub tagjai is jönnek, és ha valaki esetleg átesett egy ilyen traumán, kezelésen, műtéten, bátran keresse fel őket, és találkozhat olyan életvidám, évtizedekkel ezelőtt a betegségen átesett hölgyekkel, hogy valóban öröm velük lenni. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttek és beszélgettünk erről, és hát akkor szombaton találkozunk mindenképpen a sétán. A nézőket is erre ösztönzöm, hogy mindenképpen csatlakozzanak. És még egy fontos megjegyzés, hogy bár a mammográfián jár némi kellemetlenséggel, de azt hiszem, hogy hogyha egy betegséget felfedeznek, akkor az azt követő kezelések sokkal kellemetlenebbek, mint mondjuk egy mammográfiai vizsgálat, úgyhogy én buzdítom a hölgyeket, hogy mindenképpen menjenek el. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!